Röviden már reflektáltam rá, de akkor menjünk még egy kicsit, mert úgy látom, hogy nem ment át, vagy előre kiadott szöveget kellett felolvasni. Tehát elmondtam, elég világosan, Tamás. Elmondtam, hogy takarékosság, ugye ezt várnak. Lázár Jánosnak ez volt a második kifogása. A tanúsvényt és a tornyot már említettem, most valamire elfelejtettem, de Lázár János azt is kifogásolta, hogy mi jutalmat adtunk, hogy jutalmakat osztogatunk. Szeretném hangsúlyozni, hogy szemben azzal, amikor itt a fideszes vezetők saját maguknak évente 2-4 havi extra fizetést adtak. Azok a fideszes vezetők, akik fölhalmoztak 23, meg utána még 10 milliárd adósságot, effektíve csődbe vitték a várost. Akik szabálytlanul használták fel a közpénzeket, akik nem tették az Európai Uniós forrásokat egy elkülönített számlára, hanem felhasználták a város működtetésére. Ezek az emberek, miközben saját maguknak osztogattak lakásokat fillérekért, a város lakásait, magukat jutalmazták 2-4 havi fizetéssel évente. Most ugyanakkor a város dolgozóinak a nyelvpótlékát se fizették ki, ami törvényileg járt. Azoknak a város dolgozóinak, akinek az ön felesége is az egyike volt. Tehát azért mondom, úgy jön ez ide, hogy Lázár János ezt hozta föl, hogy ahol jutalmakat adnak, ott nem jár pénz. Ő nem támogatja azt. Most egyrészt még egyszer mondom, most 13. havi fizetés ígéret szerint járt a dolgozóknak is, mi betartjuk az ígéreteinket, ez nem egy ilyen extra jutalom, nem saját maga a zsebét tömi a városvezetés, mi alpolgármesterek, polgármesterek egy fillér jutalmat nem kaptunk, nem adtunk magunknak, csak a dolgozók kapták meg, az átlagosan egy havi, nekik járó, nekik megígért jutalmat. Ezt ne sajnálják a dolgozóktól, jó? Önök nem a dolgozókat, hanem a vezetőket jutalmazták, mi a dolgozókat jutalmazzuk. Jó, tehát Lázár Jánosnak ez volt az egyik kifogása. Abban nem megyek bele, hogy milyen állapotban volt a városháza, de arra szívesen emlékeztetem önöket, hogy önök követelték rajtam még egy-két évvel ezelőtt, hogy a Mártéi tanúsvényt miért nem újítjuk fel. Azon a tanúsvényem az önök idejében leamortizálódott, hogy azt mi miért nem újítottuk már föl. Most már végig tud menni a pallósoron, úgyhogy hál' Istennek ez a része elkészült, ez készen van. Önök követelték, benne volt a tavalyi évi költségvetésbe, és valójában semmilyen okunk nem volt arra, hogy a tavalyi évi költségvetést ne csináljuk meg. Semmilyen okunk nem volt rá. Tavaly évben a város fegyelmezetten betartotta az egész évre tervezett bevételeket, kiadásokat, felújításokat, beruházásokat, kivéve azt, ami sajnos elhúzódott, áthúzódott, az nem indok arra természetesen, hogy idén ne fizessük ki azt a munkát, ami a tavalyi beruházásokból idénre áthúzódik. Ez kötelezettségünk is. Jó, de a jutalmakkal ennyit. Lázár János szájából azt mondani, hogy amikor nehéz helyzet van, akkor nem lehet ilyen beruházásokat indítani, mert ez pazarlás. Az a Lázár János, aki, és ön nem egy-két közgyűléssel ezelőtt még azért dicsérte az akkori vezetést és Lázár Jánost, hogy milyen jól eladósodtak. Hogy amikor nagy adósság volt, önök fölvettek hiteleket, és majd a kormány kifizette, és milyen fantasztikus, hogy az adófizető pénzén jó sok pénzt kapott ezáltal a Hódmezővásárhely. Ön ezzel dicsekedett. Akkor föl sem merült, hogy Hódmezővásárhely azért ne kapott volna, mert 120 millió forintos, amúgy jelenlegnek a 40-60 szorosa volt a reprezentációs költség, miközben csődbe volt a város, miközben 23 milliárdot kellett kapni állami megmentő alapból, akkor 120 milliárdot eldorbézoltak. Terrakott a baglyokra haveroktól 2,5 millió forintot kifizettek. Hol volt akkor a takarékosság? Hol volt az a Lázár János, aki úgy gondolta, hogy ha a kormány segítségére szorul, akkor takarékoskodni kell? Miért nem takarékoskodott ő akkor? De a jutalmakra visszatérve, önök kifogásolják azt, hogy nálunk a dolgozók a betervezett és megígért jutalmukat megkapták. Lázár János volt munkahelye a miniszterelnökség. Hány milliárddal több jutalmat fizetett ki, mint amit be volt tervezve? Több mint 20-szorosát fizették ki a betervezett jutalomnak tavaly. Ön szerint most az ország anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a dolgozóknak megadjuk azt, ami járt. A kormány 23-szor annyit adott a dolgozóknak, mint ami járt, mint ami meg volt ígérve. Önök megemelték a miniszterelnök fizetését, amire semmilyen kötelezettség nem volt. Pont meg a jegybank elnök fizetését. Milliókkal emelték. Önök szerint olyan tragikus az ország anyagi helyzete, hogy nem jár. Hogy ezért most az, aki az nem kaphat semmit, aki ebben a nehéz helyzetben jutalmakat ad a dolgozóknak. Önök saját maguknak adtak milliós fizetésemelést. És önök mondják azt, hogy Hódmezővásárhely 43 ezer lakosa azért nem kaphat neki járó, és minden más város által megkapott támogatást, mert itt jutalmat kaptak meg, azért, mert a megígért beruházásokat megcsináltuk. Ahogy elmondtam tavaly is, most is elmondom még egyszer. Hódmezővásárhelynek semmi extra kedvezménye nincs. Lázár János idejében, egészen 5 évvel ezelőttig,
Ez a város mindig kapott 2,5 milliárd forint extra bevételt. Minden decemberben találtak a fiókban, még a belügyminisztériumban pénzt Vásárhelynek, eleinte működésre, később beruházásokra. Évi 2,5 milliárd forint extrát. És eközben sikerült 10,6 milliárdnyi adósságot fölhalmozniuk. Mi egy fillért nem kaptunk, ellenkezőleg az akkori szabálytalanságok miatt a visszafizetéseket nekünk kellett eszközölni. Jó, tehát ezt azért tessék figyelembe venni. Én azt mondja, hogy 2 évvel ezelőtt is beterveztünk 600 millió forint állami bevételt, és lám nem is kellett. Kellett. Tudja, mi történt 2 évvel ezelőtt? Az a 600 millió tudja, hogy mi történt vele év közben? Ha már fölhozta. Tisztában van vele? Azt megkaptam, Hódmezővásárhely megkapta a kormánytól azt a 600 milliót. Amit mi februárban betettünk a költségvetésbe, hogy ez a támogatás nekünk jár, azt megkaptuk a kormánytól a nyáron. Jó, tehát én most is azt mondom, hogy nekünk most is jár, legalább 600 millió forint jár. Nem 300, mint ön mondja, nem Makóhoz kell hasonlítani. Egyébként csak úgy mellesleg, hétfőn találkozott a kormányhivatal, most már, hogy mondjam, a Csongrád Csanád vármegyének a főispánja tartott egy fogadást hétfőn új év alkalmából. Volt alkalmam több polgármesterrel, fideszes polgármesterekkel is beszélni, főleg fideszes és független polgármesterek voltak csak ott. Nos, Csongrád polgármesterét megkérdeztem, hogy lehet, hogy a Makónál fele akkora, Makónál sokkal kisebb lakosságú Csongrád 2-szer annyi pénzt kapott, mint Makó. Hát mondom, Lázár János kedvenc városa Makó 150 millió forintot kapott, Csongrád meg 250 millió forintot, mondom, ez hogy, kilobbiztátok, ügyesek vagytok. Azt mondta, hogy szó sincs róla, nem. Egyszerűen arról van szó, hogy Makónak azért járt kevesebb pénz, mert Makónak le voltak fedve már korábban, tehát a közbeszerzéseiket úgy intézték, hogy ők még erre a térre olcsón tudták beszerezni a gázt, meg az áramot, és emiatt kevesebb extra költsége volt, és ezért kapott annyival kevesebb pénzt. Mit tudom én, 1300 forint volt egy köbméter gáz a csongrádi beszerzésben, nekünk a kormány szerezte be 1500-ért, megjegyzem. Míg Makónak ez mondjuk 600 forint volt. Tehát magyarul van egy képlet. Kiszámolták. Nem a lobby erőn múlott, hogy Csongrád többet kapott, mint mondta a polgármester, mint Makó. Egyfőre jutó vagy 4-szer annyit kapott, azért, mert a kimutatott költségei magasabbak. Hát ha van egy ilyen képlet, ha van egy ilyen számítás, miért nem hozzák ezt nyilvánosságra? Ha ez nem politika, ha ez nem politikai bosszú, akkor tessék az összes szempontot nyilvánosságra hozni. Amit ön mondott a takarékossággal kapcsolatban, ilyen szempont nincs. Hiszen mi pontosan tudjuk, hogy az összes többi település is újítja az épületeit, az életveszélyes vagy veszélyes, balesetveszélyes pallósorát, a természetvédelmi területeit, minden más település is ezt csinálta. Tavaly is, sőt, ezt csinálja idén is. Tessék elképzelni. Az összes település pontosan ugyanazt csinál, mint Hódmezővásárhely. Igenis, tessék a várost fejleszteni is, még ilyen nehéz időkben is. Vannak olyan fejlesztések, beruházások, amelyek balesetvédelmi, de akár esztétikai kérdés is. Igen. Mi most idén támogatjuk azt, hogy az Andrássy út 9-nek a homlokzata, hozzáteszem, kormányhivatali kötelezés van rá. Kötelező felújítani. Mi nekünk több mint 20 millió forint támogatást adunk még a lakosoknak is, meg a mi részünket is kifizetjük, szintén 20 millió forint fölött van, hogy az Andrássy út 9 gyönyörű, szépen megújuljon. Városunknak az egyik büszkesége, szép épület, az a nagyon kevés 2 épület, amely megmaradt a Belső Andrássy régi épület. Igen, azt is kifizetjük. Tehát van ilyen feladat. Minden máson spórolunk, de azt, hogy a város közben tudjon fejleszteni, fejlődni, mint minden más város, ahol ez sehol nem volt szempont. Mondom, amikor csődbe vitték, akkor is többet költöttek. Szóval ez erősen kettős mérce, és nem csak Csongrád meg az összes többi településhez képest, hanem Lázár János idején Hódmezővásárhely gyakorlatához képest is. Tehát nincs olyan indok, egy sem, ami alapján Hódmezővásárhelynek ne járna, és mi követeljük is, még egyszer mondom, elvárom Cseri Tamástól és a fideszes képviselőtársaktól is, hogy írják alá ezt az online petíciót. Kérjük együtt Hódmezővásárhelynek járó összegeket, mint ahogy éppen Benkő Zsolt volt olyan kedves annak idején, és ő is csatlakozott, és ő is kérte azt, hogy Hódmezővásárhely kapja meg azt, ami jár. És akkor meg is kaptuk egyébként, bár gondolom, hogy nem egyedül Benkő Zsolt szavának hallgattak, mert minden más település is megkapta. De ez a korrekt. Tehát itt nem lehet politikai bosszúból ellehetetleníteni 43 ezer fele részben fideszes szavazó érdekeit. Jó? És csak felelősen gazdálkodtunk, és mondom, semmiféle pazarlás itt nálunk nincs.